Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás február 11-éig. A hétfői napon a hold uralkodik, itt van a hold szimbóluma. Ezen a napon a hold besugározza Vénusz bolygót, és ez egy szép, nőies energia. Itt vannak anyai érzelmek, van szerelem, van szeretet, van közeledés, és ez aktiválja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, nem csak nálunk hölgyeknél, hanem a férfiaknál is. Megnézzük, hogy mi történik ezen a napon. Itt látható a szerencse, tehát hétfő szerencsét hoz. Különösen, ami az anyai érzelmeket illeti, a kapcsolat a családdal, vagy szerencse a szerelmi élet területén. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, és ezen a napon az indiai asztrológia szerint Mars bolygó elhagyja a nyilas jegyét, és áttér a bak jegyébe, ott marad március 15-éig. Itt magas célokról van szó, kitartásról. És nálunk, hölgyeknél is megvan most ez az erő, hogy elérjük a céljainkat, de ez az energia inkább ugye férfiakra hat ki, hiszen Mars bolygó szimbolizálja a férfias energiát. A hold ezen a napon a kígyótartó csillagképben van, aminek van gyógyító hatása, hiszen ez szimbolizálja a Szklépiuszt. És megnézzük, hogy mi történik a keddi napon. Itt látható a medve. Ez jelenti az életerőt. Ez jelentheti a belső erőt is, a hitet, hogy most ez az elképzelés, ez a terv megvalósul. Vagy kimutatod az erődet, be tudod bizonyítani magadat. Visszatérve még erre a kígyó tartó csillagképre, hiszen ez a gyógyító erőt is jelenti, ahogy a gyógyszertárnál látható ez a két kígyó. Pontosan ezt szimbolizálja. A szerdai nap felett Merkur bolygó uralkodik. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos. Ezzel a kulcssal le tudsz zárni valamit. Negatív gondolatokat, félelmeket, vagy bizonyos kapcsolatokat. Ez utalhat változásokra, költözködésre, munkahelyi változásokra, vagy megváltozik valamihez a hozzáállásod. Ezzel a kulcssal kinyílik majd egy új ajtó, ezek a lehetőségek. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt látható a kasza. A kasza el tud vágni valamit, ugyanúgy, mint a kulcs le tud zárni valamit. Félelmeket, negatív gondolatokat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy bizonyos kapcsolatokat, vagy jelenthet változásokat, munkahelyi változást, költözködést, vagy lezársz egy pár kapcsolatot, de jelenthet olyan dolgokat is ez a kasza, ami olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá, és itt várható egy meglepetés. A
pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, ezen a napon új hold van. Az azt jelenti, légy visszahúzódó, meditálj valami felett, és érdemes, hiszen a szombati napon Lilith energia van, és az azt jelenti ezúttal, hogy egy álom megvalósulhat. Tehát előkészítheted magadat ehhez a megvalósuláshoz, a pénteki napon, amikor visszahúzódó vagy, meditálj valami felett, mert egy nappal később ez megvalósulhat. Itt a hűségről van szó, barátságokról van szó, vagy jelenthet házi állatokat is, kutyát vagy cicát. A szombati nap felett Szaturnusz bolygó uralkodik, és ezen a napon van ez a Lilith energia. Az azt jelenti, hogy a hold a pályáján eléri azt a pontot, ami közel van a Földünkhöz. És mivel ez a pont, ez a Lilith energia közel van a Földhöz, ez kiváltja az álmokat, az elképzeléseket, és ez most megvalósítható. Persze ebben hinni kell. És itt látható a virágcsokor, ez jelentheti a te szépségedet, egy szép környezetet, egy kreatív tevékenységet, vagy egy meglepetést, egy kellemes meglepetést, egy meghívást, egy jó hírt, vagy egy ajándékot. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt van a szív, itt szeretetről vagy szerelemről van szó. A nap megvilágítja ezeket a témákat, tisztulnak a dolgok, tisztázódik valami, vagy tiszta érzelmekről van szó. Tehát ez az álom megvalósul, itt van a szeretet, a szerelem és egy kellemes meglepetés. Ti is meglephettek azzal, ha jelentkeztek a csatornámra, ha leírjátok a véleményeteket a kommentárba, vagy lájkoljátok ezt a videót. Persze megkereshettek a Facebook oldalon is, van két lehetőség, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. Örülök ennek a találkozásnak. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!